Üdvözlök mindenkit a videódron filmes csatornán, ismét Duma epizód, még pedig a 2020. december 18-án bemutatásra kerülő dűne filmről. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Valószínűleg Döni Vilnövöt nem kell senkinek sem bemutatnom, de számomra a dűne film nem csak miatta érdekes. A direktorhoz hasonlóan, nekem is nagyon régre visszanyúló kapcsolatom van a Frank Herbert által írt könyvekkel. Ugyan mindig is kedveltem a szifírodalmat, de a dűne regények kinyitottak számomra egy teljesen új kaput. Frank Herbert összesen hat dűne könyvet írt, melyek egy elképesztően komplex sztorit ölelnek fel. És az annyira igaz, hogy amikor sokan a trónok harcát a dűnéhez hasonlították, csak a felszínt kapargatták. És pont ezért van az, hogy annak ellenére, hogy a dűne a szifírodalom egyik csúcspontja, nagyon nehéz megfilmesíteni. Úgyhogy kezdésképpen beszéljünk talán ezekről a próbálkozásokról. A könyvsorozat első része 1965-ben jelent meg. Itt mindjárt meg is jegyezném, hogy talán még ez alkalmas leginkább a megfilmesítésre. Például az egyik folytatás a Dűne Istencsászára esetében komolyan felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mennyire lehetne adaptálni. Minden esetre a Dűne elképesztően nagy siker lett, és ezek után a producerek elkezdtek gondolkodni az adaptáción. Az első igazán komolyan vehető próbálkozás Alejandro Hodorowski nevéhez fűződik, amiről készült egy dokumentumfilm is. Azóta nagyon sokan a rendező tervét tartják minden idők legjobb el nem készült filmjének. Hodorowskinak óriási tervei voltak a dűne filmmel kapcsolatban. Ha valakit érdekel, mindenképpen javaslom, hogy nézze meg a dokumentumfilmet. De példaképpen megemlíteném, hogy feltűnt volna a filmben Salvador Dali, a zenéjét pedig a Pink Floyd szerezte volna. Véleményem szerint Hodorowski dűnéjével kapcsolatban két kérdés merül fel. Elnézve a terveket, mindenképpen kérdéses, hogy mennyire tudott volna hű maradni a könyvhöz. A másik kétségtelen, hogy egy óriási vállalkozásról van szó, nagyszerű tervekkel, de kérdéses, hogy mennyire találta volna meg a közönségét. Amellett, hogy tisztelem Hodorovszkit el kell ismerni, hogy életében nem készített még anyagilag sikeres filmet. Persze egyéb tekintetben igaz alkotásaira, hogy kult filmek, de a Dűnének mindenképpen egy szélesebb közönséget kellett volna megszólítania. Arról nem is beszélve, hogy Hodorowski filmterve egyáltalán nem tűnt olcsónak. Így amikor házalt a tervekkel, jó pár stúdióban felmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet hogy tudjuk anyagilag sikeressé tenni. Hodorowski dűnéje az előkészítési fázisban akkorára hízott, hogy saját magát falta fel. A könyv megfilmesítési jogai a producer mogulhoz Dino de Laurentishez vándoroltak. Ő először Ridley scott kezdett el dolgozni egy dűneterven, azonban hamarosan a rendező kiszállt és elkészítette a szányas fejvadászt. Ezután jött az épp az elefántemberrel óriási sikereket elérő David Lynch. Majd elkezdtek közösen dolgozni a kor egyik legnagyobb filmes vállalkozásán, az összesen 40 millió dollárba kerülő dűnefilmen. Ez a büdzsé hatalmasnak számított a 80-as évek elején. A végeredmény pedig minden szinten totális bukás volt. Természetesen az okokat itt is a rendező elképzelése, illetve a produceri elvárások közti különbségekben kell keresni. A lényeg a moziverzió 137 perces, de David Lynch ennél egy sokkal hosszabb mozit képzelt el. Tulajdonképpen az történt, hogy a produceri kéréseknek köszönhetően a végén már annyira megvágta a filmjét, hogy szinte értelmetlenné vált. Teljesen jogos kritika az 1984-es dűnével kapcsolatban, hogyha valaki egyáltalán nem ismeri a könyvet, akkor a film szinte feldolgozhatatlan. Ugyan próbálták menteni a menthetetlen narrációval, de nem nagyon segített a végeredményen. A producer és a rendező közt a viszony annyira elmérgesedett, hogy Lynch még azt is bedobta, hogy leveteti a nevét a filmről. David Lynch a mai napig nem szívesen beszél a filmről, és legnagyobb kudarcának tartja. Minden esetre nekem annyi megjegyzésem lenne, hogy valóban vannak gondok a film narratívájával, de összességében a hangulatot eltalálta Lynch. Minden esetre a fiaskó után 15 évig nem is foglalkoztak a dűnekönyvek újabb adaptációjával. 2000-ben szinte a semmiből érkezett egy tévéminisorozat, ami az első regény dolgozta fel. Ennek a dűnének meglehetősen pozitív volt a fogadtatása. Sőt, annyira sikeres lett, hogy elkészült a folytatása is a dűne gyermekei, ami a következő két regényt adaptálta. Azonban ezzel véget is ért a dűne tévés karriere én, aki nagyon kedvelem a könyvsorozatot, azt kell, hogy mondjam ezekről a TV cuccokról, hogy ugyan hülyen követik a könyvet, de pont az hiányzik belőlük, ami megvan a lincses dűnében. Ez pedig a hangulat. Lehet, hogy Lynch filmje nagyon sok sebből vérzik, de összességében azt gondolom, hogy a karaktereket is jobban eltalálta, mint a TV minisorozatok. Nyilván ez személyes vélemény, de számomra nagyobb élményt okozott a Lynch véle verzió, mint a 2000-es dűne. No de miért volt arra szükség, hogy ennyit beszéljünk a dűne eddigi adaptációiról? Nos azért, mert ez a legjobb bizonyíték arra, hogy Döni vilnő bizony kemény fába vágta a fejszéjét. A rendező egy interjúban említette, hogy 12 évesen olvasta először a dűnét és beleszeretett. Kedvelte a lincsféle verziót, ami hatással is volt művészetére. Először 2013-ban merült fel benne, hogy adaptálni szeretné a dűnét. Azonban azt hozzá kell tenni, hogy ekkor még nem bíztak benne annyira a stúdiók, hogy egy ekkora projektet a kezébe adjanak. Ehhez szükség volt a Szikárióra, az érkezésre, illetve a Szányos Fejvadász 2049-re. Döni Vilnöv interjúk során megerősítette, hogy nem a lincs filmet tekinti alapnak, hanem a könyvet. Azt az érzést szeretné visszahozni, amit ő érzett, amikor először olvasta a regényt. Dűne verzióját úgy jellemezte, hogy olyan lesz, mint a csillagok háborújának egyfajta felnőttesebb változata. Azt is hozzátette, hogy a forgatás során jelentős inspirációja volt a keresztapa. Minden esetre egy biztos, a 2020-as év legnagyobb filmes vállalkozása a dűne a tenet mellett. Nézzük az alapján, amit eddig tudunk a filmről, én mit tekintek pozitívumoknak, illetve negatívumoknak. Az első és legnagyobb pozitívum egyértelműen Denis Vilnöv személye. No de eddigi filmjeit leszámítva, mi ennek az oka? Végső soron az, hogy olyan pozícióba került a rendező Hollywoodban, hogy azt csinál, amit akar. Jelen pillanatban Denis villeneuve elképzelhetetlen, hogy filmjét produceri döntések befolyásolják. Persze itt elsősorban a kreatív döntésekre gondolok, és nem feltétlenül az anyagiakra. Nyilván a költségvetés Denis villeneuve ugyanannyira köti. Ugyanakkor a rendező pozícióját talán az jellemzi a legjobban, hogy az elején kikötötte, hogy két filmet akar, és erre rábólintottak a producerek. Sőt, még az HBO Max-re egy előzmény sorozat is fog érkezni. A következő pozitívum inkább személyes dolog, ez pedig maga a könyv, mint alapanyag. Döni Villeneuve eddigi filmjei alapján úgy érzem, hogy ő megfelelőképpen tudja a regény mélységeit adaptálni. Ami nagyon fontos dolog, ugyanis a dűnében nem feltétlenül csak a fő sztori az, ami érdekes, hanem minden más is, ami kapcsolódik hozzá. Ami még pozitívum, Hans Zimmer, illetve a filmen dolgozó szakmai csapat. Nézzük akkor egy pár szó erejéig a negatívumokat. Ugyan előzetest még nem láthattunk, de minden esetre az első képek, melyek kiszivárogtak, nem túl meggyőzőek. Bár hozzá kell tenni, hogy a marketing folyamat elején járunk, így még csak bizonyos dolgokat fettek fel számunkra. A következő dolog nem teljesen negatívum, inkább számomra egy óriási kérdőjel. Ez pedig a casting. Tudom, hogy mindenki óriási tehetségnek tartja Timothy Salomét, de én valahogy nem látom benne Muadibet. Paul Atreides benne lehet, de hogy hogy lesz később belőle az egész világot uraló istencsászál számomra óriási kérdés de biztos vagyok abban, hogy Denis Villeneuve látott valamit a színészben, és ezért választotta ki a szerepre. Ugyanakkor a castingban Oscar Isaac, Javier Bardem, Stellan Skarsgård mindenképpen jó választások. Zendéjáról kevésbé vagyok meggyőződve, Jason Momoa a castingját pedig nem is értem. Végül elérkeztünk a legnagyobb negatívumhoz, az pedig a piszkos anyagiak. Alapvetőleg a szifikre jellemző, hogy vagy nagyon betalálnak, vagy óriásit buknak. Döni Vilnöv dűnéjénél mindkét lehetőség benne van a pakliban. Nem kell messze menni, annak ellenére, hogy a közönség és a kritika is pozitívan fogadta, a szányos fejvadász 2049 anyagi értelemben nem lett átütő siker. Kétségtelen, hogy Lynch filmje nem tökéletes, de óriásit bukott a mozi pénztáraknál. A dűne adaptációja egy rendkívül kockázatos anyagi vállalkozás. Ráadásul abból, hogy tévésorozatot is terveznek, arra lehet következtetni, hogy a Warner egyik zászlós hajójának tartja ezt a projektet. Ahhoz, hogy láthassunk további dűne filmeket, illetve sorozatokat, az kell, hogy ez a film átütő siker legyen. Mivel az alapanyag eleve nagyon nehéz, ezért ez meglehetősen kérdőjeles. Itt jön be a média, illetve a Warner marketingeseinek óriási szerepe nem attól tartok, hogy a dűne film rossz lenne, sokkal inkább attól, hogy az emberek nem lesznek rá kíváncsiak. Kiemeltem fontos ebben az esetben, hogy ha jól sikerül a film, azokkal is el kell hitetni, hogy érdemes megnézni, akik nem ismerik a könyvet. Ebben a tekintetben a média szerepe kiszámíthatatlan. Persze vannak olyan tényezők, melyek segítenek a dűnének. Az egyik ilyen, amit már említettem, hogy a Warner kiemelt projektként kezeli. A másik a karácsonyi bemutatódátum. Ráadásul egy filmmel kell megküzdenie, a Top Gun 2-vel. Véleményem szerint a West Side Story, illetve az Amerikába jöttem 2 nem lesz ellenfele. Végül óriási segítség lehet, egy látványos és pörgős előzetes. Én minden esetben nagyon reménykedek abban, hogy jól sikerül a film és sikeres lesz. Ennyi gondolatom lett volna a dűnéről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!